minden évben úgy szervezzük meg, hogy ne csak a fajtákat nézhessék meg a gazdák, és kapjanak információt kint a területen, hanem igyekszünk olyan előadásokkal fűszerezni, színesíteni a napunkat, ami az agráriumból, növényvédelemből, vagy közös agrárpolitikából, mint ahogy a mai napon is ez történt, információkhoz jussanak első kézből a gazdálkodók. Ez mindenképpen megalapozhatja a cég működését, bővíthetik tudásukat, olyan ismeretekhez, információkhoz juthatnak, hogy zökkenőmentesebben tudjanak működni. Ugye az adminisztráció azért elég nagy terhet ró a gazdálkodókra. A rendezvényen előadásokat tartottak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai, valamint a területen tevékenykedő más szakemberek is. A témák között szerepelt a közös agrárpolitika gazdálkodókra gyakorolt hatása is. A kamara szemszögéből a mai napon hallhatunk egy közös agrárpolitikás előadást, ugye túl vagyunk az egységes kérelembeadás időszakán, ahhoz képest, hogy egy nagyon új, teljesen új rendszerről beszélünk, amit meg kell szoknia mind a gazdálkodóknak, mind a különböző szervezeteknek, a kamarának is, egy sikeres egységes kérelembeadáson vagyunk túl, falugazdászok segítségével az országban 165 000 körüli kérelmet adtunk be, közel 5 millió hektáron, ebből a kamara adta be majdnem a kétharmadát a kérelmeknek. Mint mondtam, egy új rendszerről van szó, az idei évtől teljesen új szabályoknak kell megfelelni, új uniós elvárásoknak. Ehhez az elvárásrendszerhez alakította ki Magyarország közös agrárpolitikai stratégiáját, melynek a munkája több mint 2,5 éven keresztül zajlott. Az idei évben megalkotásra kerültek a hazai rendeletek, ezekkel lesznek szabályozva a hazai lehetőség a gazdálkodók számára, mint területalapú támogatások tekintetében, mint állategységre vonatkozott támogatásokban. Ugye ez az időszak lezárult, 9-én évfélkor lehetett beadni utoljára a kérelmet, és innentől a gazdálkodóknak a beadott kérelmek alapján történő megfelelésekre kell figyelniük. Nagyon fontos újítás lesz a mostani támogatási ciklusban a úgynevezett terület monitoring rendszer, ez a TMR rendszer. Ez egy műhold érzékelésen alapuló rendszer, amely össze van kötve a beadott egységes kérelmekkel. Itt fontos azt kiemelni, hogy ez nem egy hazai ötlet volt, nem egy hazai találmány. Ez egy elvárás volt az Uniótól, ettől a ciklustól kezdve nekünk így kell ellenőriznünk a beadott egységes kérelmek megvalósulását. A 23-as, 24-es évben még egy ilyen könnyített verzióval kell megfelelni a gazdálkodóknak, még csak pár pontot néz a beadott kérelmekhez képest ez a rendszer, viszont a 25-ös évtől ez egy élesben majdnem mindenre kiterjedő ellenőrzési rendszer lesz. Fontos, hogy itt elsősorban nem a szankcionálás a része ennek a monitoring rendszernek, itt a ténylegesen megtörténő korrekciók, esetleges hibáknak a kiküszöbölése. Ezzel a rendszer lehetőséget akar adni a gazdáknak, hogy az esetlegesen tévesen rögzített adatokon tudjanak módosítani. A másik fontos dolog a kérelem leadása mellett a gazdálkodási napló vezetése lesz. Fontos kiemelni, hogy most nyáron sem lehet hátradőlni, hogy a munkálatok mellett folyamatos rögzítési kötelezettsége van a gazdálkodóknak. Első körben az idei évben még van lehetőség papír alapon rögzíteni a különböző tevékenységeket, és ezt 2024. január 31-ig feltölteni elektronikus úton, viszont a következő években ez át fog állni folyamatosan elektronikus rögzítésre, mind a MÁK minden évig felületén. Ez is egy olyan plusz feladat lesz a gazdálkodóknak, amivel majd meg kell küzdeniük, meg kell birkózni, viszont a kamara oldalára próbálunk minden segítséget megadni ez a gazdálkodóinknak. Itt is fontos elmondani, hogy ez sem egy hazai találmány volt, ezt is az Unió ahhoz, hogy megkapjuk a forrásokat, ahhoz kötötte hozzá egy elektronikus rögzítést legyen, és minden dokumentálható és követhető legyen. Ez mellett elmondható, hogy ténylegesen mindenkinek nagy feladat volt rákészülni a mostani támogatási ciklusra. A szakember kiemelte, hogy ez az agrártámogatási forrás már megérkezett Magyarországra, ezért gördülékenyen fognak zajlani a kifizetések. Szerinte az idei év mindenkinek nehéz lesz, mert minden szervezetnek, hatóságnak is ugyanúgy fel kell készülni az új rendszerre. A növényvédelmi aktualitásokról is új információkat szerezhettek a vendégek, mint például a most aktuális sárgarózsda betegségről és az ellene való védekezésről. Ez nem egy könnyű év a buzatermesztőknek semmiféle szempontból, és ezt még megnehezítik ezek a kortani problémák, ami leginkább itt a sárgarosda járvány elleni védekezésben nyilvánult meg. Sokat kellett rá költeni, és nagyon oda kellett rá figyelni, hogy valaki ezt tökéletesen el tudja hárítani, és akkor mellette még jelentkeznek egyéb gondok is. Itt a végén a fuzárium, meg a vörösrosda probléma is eléggé felerősödött. A termést most még bőségesnek látják az idei évre, de a betegségek, illetve az időjárás ezt befolyásolhatja majd.